A köztársasági képviselőház a lakástörvény és az épületek karbantartására vonatkozó törvény javaslatáról nyitott vitát. Zorana Mihajlović kormány alelnök építésügyi tárcavezető ismertetőjében egyebek között elmondta, hogy minden épületet legalább annyira kell karbantartani, hogy ne váljon kérdésessé a biztonság, a törvény továbbá teret hagy az épületek energiahatékonyságának felmérésére is. Hozzátette, a lakóknak ezentúl sem kell több pénzt fordítaniuk a karbantartásra. Zorana Mihajlović a repülőterek igazgatására vonatkozó törvényről elmondta, hogy meghozásával a légiforgalomra vonatkozó minden törvény meg lesz, és Szerbia az uniós szabványokhoz zárkózik fel.